frissgázelemzés fogunk most eszközölni, bekapcsoljuk a készüléket. Gázkazánt ellenőriznek a kéményseprők ezen a videón. Az őszi időjárás közelettével egyre több munkájuk van a szakembereknek az egész országban. A szolgáltatás a magánszemélyeknek ingyenes, de sokan még így is elmulasztják a megrendelését. A megrendelés módja, ugye említettem a beszámolóban is, 18-18-9.1-es melléken központilag tehető meg. Valahol az országban a kolléganő fölveszi a megrendeléseket és továbbítják hozzánk. Tehát mindenféleképpen meg fogjuk kapni, illetve van egy irodai telefonszámunk, ami egy mobilszám, az a 70-es, 658-1425-ös, és személyesen a Szekszárd Mikes utca 1622-be jöhetne. A problémát a legtöbb helyszínen az okozta, hogy a tulajdonosok nem tartották karban a kéményeket. Nagyon sok minden okozhatja ezt a problémát a szűkülő keresztmetszet kapcsán. A korom kátrányosodást nem kell egyébként azt gondolom külön említeni, de lehet akár egy fizikai akadály például, ami a keresztmetszetet szűkíti, akár egy fészek is, ami egy madár például, hogyha befészkelte magát itt a nyári időszakban, tehát így a kéményseprőket minden esetben még a most célszerű egyébként így tárcsázni, itt a 1818-as ingyenesen hívható telefonszámon, és azon belül pedig a 9.1-es menüpont alatt lehet ezt a szolgáltatást megrendelni. Idén augusztus 31-ig már 16 esetben kellett kéménytüzek miatt vonulniuk a lánglovagoknak Tolna vármegyében. Tavaly összesen 25 ilyen alkalom volt.